ezzel a dallal búcsúzom, Maros Gábortól 75 éves korában ment el. És sajnos még egy utolsó búcsúm van, Kocsmáros György, aki 4,5 órával a 70. születésnapja után hagyott itt minket. És egy picit megkérem Szinetár Miklóst, akit nem emiatt hívtam, csak hát az élet mindent átír, ezt legjobban egy rendező tudja, hogy az élet a legnagyobb forgatókönyvíró. Amiatt ülünk itt és beszélgetünk, hogy az akadémiai székfoglalóját megtartotta a Magyar Tudományos Akadémián. Én végig is olvastam, de egy mondatot legalább szánjunk Kocsmáros Györre. Györgyre, Győrben volt sokáig igazgató, egy legendás igazgató volt. Nem tudom, hogy dolgoztak-e együtt. Nem dolgoztunk, de jól ismertem. Nagyon kulturált, szimpatikus, kellemes, jó ember volt, ezt hangsúlyozni kell, mert nagyon sok rendező van a pályán, aki nem kellemes és nem jó ember, bár tehetséges. Ő egyike volt azoknak, akit szerettek. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy népszerű volt a színházában, népszerű volt a pályán, jó volt a kisugárzása. Vajon, ilyet nem kérdezek, hogy Szinetár Miklósra hogy fognak emlékezni, de már a mostani emlékek is úgy szólnak, hiszen hosszú időt töltött, majd 50 évet a színművészeti főiskolán, a televízióban évtizedeket, az operaház élén, az operett színházban, és én mindenhonnan csak jókat hallok magáról. Hogy nehéz ezt csinálni, hogy az ember jól dolgozzon, jó szakember legyen, és ahogy mondja, jó ember legyen. Jó, hát ha kutakodna, biztos találna olyat is, aki rosszat mond. Nem, ezután szóval kutakodtam. Ez hozzátartozik. Én ezt nem tudom megítélni. Az biztos, hogy a régebbi munkahelyeimre, ha bemegyek, akkor ott mindenütt nagyon jól fogadnak, és hogy mondjam, kellemes az együttlét azokkal, akiknek valaha a főnöke voltam. Mi a titka? Mert egyszer kérdeztem valakitől, hogy nagyon nehéz jónak lenni, hogy úgy tűnik most, mintha több lenne az ártás és a gonoszság. Hogy ez egy fogadalom, hogy nem ártok senkinek? Hát nem, ez, hogy mondjam, ez egy merő önzés. Ez merő önzés, tehát például, hogy az emberre jól emlékezzenek, ez egy önzés, hogy ezt így akarom, nem tudom, ez egy alkati kérdés, ki így, ki úgy, sokféle ember van. Én erről nem szívesen beszélek, mert nem tartom magamat olyan különlegesen jónak. Talán annyi ennek a titka, hogy mindig úgy voltam vezető különböző helyeken, hogy mindig arra gondoltam, hogy legfeljebb holnap nem vagyok vezető, ennyi. Tehát nem tulajdonítottam ennek különösebb jelentőséget. Ez valamelyik Molière darabban van, hogy amikor nagyon szaladunk a szekér után, akkor az elszalad. Akkor tudjuk elérni, ha nem nagyon szaladunk utána. Én azt hiszem, ez a vezetéssel is így van, hogy aki nagyon foggal körömmel ragaszkodik a székéhez, az hát, ha csak nincsenek különleges körülmények, az rendszerint elveszíti. De hát milyen jó, hogy nem is ragaszkodott, most sem vezető, de munkája mindig van, és nem sokára Japánban megy egy opera rendezésével. Tehát a munka mindig megtalálta, és szerintem annál fontosabb nincs, mint hogy az ember dolgozhasson, és az dolgozhassa, amit szívvel, lélekkel szeret. Hát igen, ez a japán út, ez nagy öröm, és nagy megtiszteltetés számomra. Hát Japánban én tulajdonképpen az operett színházzal kezdtem el, hogy úgy mondjam, járni, kapcsolatot találtunk, akkor megszerveztük ezt a japán turnét, és hát képzelje el, akkor az operett színházban 5 év alatt 200 előadást tartottunk japán különböző városaiban. Már csak az utazás, a díszletek. Hát az nagyon sok volt. Utána az operában ezt folytattam. Tehát az operából meg kivittük a Figaro házasságát, a Denevért, a Carment, elsőnek a Traviatát, és ott is hát bejártuk egész Japánt. Én egészen 2015-ig hát folyton kijártam, amíg igazgató voltam. Most volt ez a 17 év szünet, és hát megy az operában az én varázsúval a rendezésem, és azt meghívták. És hát az nagyon megtisztelő, hogy függetlenül ettől a meghívásra engem személy szerint is meghívtak a japánok. Akkor jó emlékeket ápolnak biztos önnel kapcsolatban igen, is. Igen, szóval küldtek is egy
e-mailtem be azzal, hogy hát mennyire jó emlékeik vannak a közös munkákról, és hát ezért most meghívnak. Hát gondolom még egyszer utoljára elmegyek. És... Nincs utoljára soha. De ilyen hát szerintem nincsen. Ez is kockázatos, meg rizikós, szóval. Hosszú az út azért. Hát nézd, az én koromban azért 13 órát repülni már nem olyan egyszerű, de hát még megpróbálom. Hogy tölti a 13 órát? Zenét hallgat, filmet néz, hogy telik el ez az idő? Hát odafele alszom, visszafele meg olvasok. Tehát, visszafele nappal van az út, odafele meg éjszaka. Ennek az akadémiai székfoglalónak, amit ön tartott, azt néztem, hogy tulajdonképpen a saját életéből merítette a gondolatait. Tehát mondhatnám, hogy nagyon egyszerű volt, mert csak végig kellett gondolni és le kellett írni, de nagyon-nagyon gazdag és tartalmas az élet és a székfoglaló is, és a végén a tanácsokkal, a 12 pontban az unokáknak az egy nagyon jó ötlet. De ami engem megragadott, ami benne van egy mondat, az, hogy Bérkocsi utcai proli gyerek voltam. Na most egy proli gyerek ilyen magasra ma tudna felkapaszkodni, mint ahogy tudásban, szakmában, karrierben, mert egyszerűen ma már kilátástalannak látnám, vagy látom az életét. Hát akkor az egy olyan kor volt, hogy lehetett. Persze akkor is kellett hozzá szerencse, támogatók, szóval az mindig hangsúlyozom, hogy ezek a dolgok nem maguktól vannak. Tényleg nagyon sok embernek köszönhetem, hogy oda jutottam, ahova jutottam, ami attól függ, hogy honnan nézzük. Nekem sok, valakinek kevés, én elégedett vagyok vele. De mit jelentett ez a proli gyerekség? Nem orvos volt az édesapja, rosszul emlékszem? Igen, de elváltan éltek édesanyámtól, és én édesanyámmal éltem, és a két nővérével, és hát bizony abban az időben, 45 után, hát abból tartottak, hogy anyám meg a nővérje csarnokba árultak a Rákóczi téren. A télek akkor nagyon hidegek voltak, és nyakig be voltak bugyolálva mindenben, mert a csarnokban nagyon hideg van. És hát hajnalba elmentek Kispestre megvenni a tojást meg a túrót, amit aztán a Rákóczi téri csarnokba árultak. De hát éltünk abból is, hogy anyám mosást vállalt, abból is éltünk, hogy anyám meg a nagynéném borítékot hajtogatott. Az akkor egy ilyen bedolgozói munka volt, hogy kivitték a lakásra. Ez volt, és apám pedig hát arról volt nevezetes egy életen át, mint orvos, hogy soha nem fogadott el pénzt senkitől, szóval végig egész életében, hát nem is szegény, de szegény volt, és hát élete végén aztán 94 éves korában még tartott ilyen orvosi pszichoanalitikus szemináriumokat. Akkor megvan, hogy honnan a jógének. Igen, de akkor már én anyagilag segítettem, mert már nagyon-nagyon szegény volt. Úgyhogy, hogy van ez. De akkor az, hogy olvasni, tanulni kell, kulturálódni kell, ez benne volt a családban, független attól, hogy az édesanyja mivel igen, foglalkozott? Igen, ez igény volt, meg bennem is igény volt, hát anyám beiratott engem a Királyi Pál utcai kölcsönkönyvtárba. 12-13 éves koromban, és onnan hoztam haza a könyveket, és hát nem felejtem el a mai napig, hogy a díványon térdelve hason olvastam, főleg Viktor Hugót, meg Standált, meg Balzacot elsősorban. De miért térdelve? Ott volt fény, vagy miért? Úgy volt a fény, és úgy volt kényelmes. De hát akkor még nagyon is működött a kölcsönkönyvtár intézménye. Hát akkor nem volt pénzünk arra, hogy vegyünk könyvet, hanem a kölcsönkönyvtárból kikölcsönöztem. Szerintem ma is újból divat a kölcsönkönyvtár, most már csak könyvtárnak mondjuk, mert olyan drágák a könyvek, hogy hát megvenni már sokan nem is tudják. Meg hát aki tudja, már nem tudja hova tenni, mert na most hát ebbe a székfoglalóba említette ezt, úgy említem ezt a Bérkocsis utcai proli gyereket, hogy hát és az én számomra mégis egy arisztokrata az a nagy példakép és nagy mindenek felett való személyiség, akit hát borzasztóan tiszteltem, szerettem, és akinek folyton szeretném az emlékét őrizni. Hát ez a gróf Bánffy Miklós, egy erdélyi nagyúr.
De hát egy csodálatos ember. Igen, aki elég rosszul végezte, azt olvastam a székfoglalójában, hogy tulajdonképpen nincstelenül végezte, mert minden oda veszett. Hát semmi, hát az utolsó pillanatban a németek földgyújtották a csodálatos kastélyát, ami a Boncidán volt, amit úgy hívott a népnyelv, hogy Erdély Versália. Versály nyomán egy gyönyörű kastély volt, az porig égett. Utána, miután a németek ilyen módon elbántak vele, utána a Ceausescu rendszer rendesen üldözte, nem rugott labdába, nagyon nehezen jutott haza Magyarországra, nagyon nehezen, csak a végén utolsó évő, és itt egy kórházba halt meg szegényen. De hát milyen ötlet volt, még milyen nemes dolog volt az, hogy amikor IV. Károly beiktatása volt, akkor a hadirokkantakat hívta meg, tehát nem az arisztokráciát, meg az elitet, hanem azokat a nyomorúságokat, hát aki... Csodálatos ember, egy zseni volt, hát a IV. Károly korona Mátyás templomba elhozta a félkarú, féllábú vak embereket a frontról, hogy így tüntessen a háború ellen. Igen. De hát se szeri, se száma az érdemeinek. Hát Kolozsvár azért maradt meg, mert ő kihasználva a kapcsolatát a Hortinál kiharcolta, hogy Kolozsvár nyílt város legyen, egy puskalövés nélkül foglalták el. De hát az ő nevéhez főződik az, hogy Magyarországhoz tartozik Sopron. Hát, mint külügyminiszter, nemzetközi értekezleten zseniális képzőművész volt, nagyszerű karikatúrákat készített a külügyminiszter kollégáiról, ezzel nagyon baráti viszonyba került velük, és így intézte el, hogy népszavazás legyen, aminek az eredményeként Sopron Magyarország. De azért ez mégiscsak döbbenetes volt, hogy őt belevette a székfoglalójába. Tehát annyira fontosnak gondolja az ő személyiségét, meg példamutatónak, hogy helye van ebben az akadémiai székfoglalóban. Hát igen, mert úgy érzem, hogy ez az a típusú személyiség, amelyik ma nagyon hiányzik, nem csak Magyarországon, de az egész világban. Szóval, aki egyfelől zseniális, másfelől önzetlenül akar jó ügyeket szolgálni. Igen, igen, meg pénzt, paripát, mindent áldoz rá. Igen, tehát tényleg nem nagyon van. Jó, mondott valamit, hát készítettem róla egy 3 részes filmet, igen. Televíziós filmet, lehet, hogy még megtekinthető. Zsaba benne van az az igaz történet, hogy azért ő mondott valamit, ami ezt nem gyengíti, de magyarázza. Volt egy tárgyalása a románokkal arról, hogy Magyarország és Románia hogyan ugorjon ki együtt a háborúból. És akkor a román tárgyalófél azt kérdezte tőle, aki tudott magyarul, hogy mondja Bánfi úr, hogy van az, hogy itt mindenkiről mondanak valami rosszat. Magáról senki nem mond semmi rosszat. És hát maga tulajdonképpen se nem lehet nyomon követni, hogy bármi olyat csinált volna, ami erkölcsileg elítélhető. Mi ennek a titka? Mire azt felelte a Bánfi, hogy nézze, nem voltam rászorulva. Igen. Ami igen, ez nagy dolog nagyon. Szóval még ezt is látta, hogy azért nem volt rászorulva. Hát ma már ezt sem lehet látja mondani. Nagyon sokáig... nagyon nyugodtan szemlélt a közéletet, a politikát. Most azért egy picit indulatosabb ezzel. Hát nem vagyok indulatos. Tudja, a politikával én úgy vagyok, hogy az igazság az, hogy azért én nem vagyok meggyőződve arról, hogy annyira értek hozzá. Sok mindenhez értek, sok mindenről van véleményem, de bizonyos értelemben, hát a mai politika világszerte kiábrándító. Ugyanakkor azt szoktam mondani, hogy ha valaki nagyon elégedetlen azzal, ami van, és nagyon fel van háborodó, akkor semmi más ne csinálni, csak olvassa a történelmet. Szóval azért az se semmi, hogy tényleg két nagyszerű ember, mert azok tényleg nagyszerű ember, a Churchill és a De Gaulle. Na most olvass el a De Gaulle visszaemlékezéseit, hogy együtt harcoltak a németek ellen, de azért a kulisszák mögött ment a harc, mert Churchill azon dolgozott, hogy a világháború után a francia gyarmatok valamilyen formában Angliához kerüljenek. Igen. Igen. Ami hát mind a ketten nagyon sok húzást csináltak, nem is túl fair és túl tiszta húzás. De most hát az aztán
a dologra a történelem válasza, hogy aztán mind a ketten elvesztették az összes gyarmatukat. Hát visszakérdezhetek akkor, ha már ezt említett, és akkor van ennek tanulsága? És mondott egy példát pont Páger Antallal kapcsolatban, nincsen. A történelemnek... Nézd, azért egy tanulság van, én azt most már többször elmondtam, megírtam, én azt a tanulságot vontam le az egész életem, hogy a legfontosabbak az életben az arányok. Na most itt is az arányok, hogy két ilyen óriási ember életében milyen arányban van az a sok hőstett és nagyszerűség, amit csináltak. Azzal a piszlicsári furkálódással, ami szintén, mik az arányok? Erről írta a könyvet is, az arányokról. Erről írta, hogy mondjam, mindig az a fontos, hogy a dologban mi mennyi, mert egyfelől ugye ezt elmondom a Dögorról, meg az, de másfelől ugyanakkor hát, ha már politika, hát a napokba juthat eszembe, hogy hát maga elképzelhetőnek tartja azt, hogy van egy ilyen orosz agresszió, és a De Gaulle fölhívja telefonon a Putyint. Nem nagyon. Elképzelhetetlen. De ez az Orbánnál hát elképzelhető, nem? Igen. Szóval az egész tart. Mert azért a De Gaulle-nak meg a Churchillnek volt egy óriási pozitívuma, hát a mai politikával szemben, a mai világpolitikával szemben az, hogy nem az vezette őket elsősorban, hogy a következő választást hogyan lehet megnyerni. Ők ügyeket szolgáltak, el is vesztették a választásokat rendesen, de ők nem ezzel törődtek, hogy ja Istenem, csak választás lesz, mit fognak szólni a választók ehhez vagy ahhoz. Hát, meg talán nem is a saját anyagi gyarapodásuk volt az elsődleges szempont. Jó, bár rájuk is vonatkozik a bánfi, hogy hát a Churchill erre nem volt rászorulva. Ja, igen. Hát azért ez hozzátartozik a dologhoz és a teljes igazsághoz. De mondját, a politika hát ilyen volt a 30 éves háború alatt is mindig, csak mindig az arányok. Hát azért az ember ugye azt olvassa az újságban, hogy hát Szaúd-Arábia török követségért meggyilkolnak egy szaúd-arábiai ellenzéki újságírót, azt rendesen földarabolják, elégetik. Borzasztó történet. Aztán azt olvassa az újságban két vagy három évvel rá, hogy a CIA, ami azért nem egy kis szervezet, hivatalosan közlés megalapítja, hogy a szaúdi koronaherceg adott erre megbízást. Majd két hét múlva azt olvassa az újságban, hogy az amerikai elnök ellátogat Szaúd-Arábiába, jattol és tárgyal ezzel a... Na most tehát erre mit mond, vagyok? Igen. Hát azt mondom, hogy a Roosevelt is jattolt a Stalinnal, akiről azért sok mindent tudott, csak akkor mi volt a tét? Akkor egy Stalinnál sokkal rosszabb Hitler volt a tét. Igen. És megint az arányok. És mit szól a magyarországi arányokhoz, ha mondjuk azt mondom, hogy Mészáros Lőrinc, nem tudom, az 500 milliárdjával az egyik leggazdagabb ember a világon. Itt azért nem jók az arányok. Hát ez, hogy mondjam, én nem tudom, hogy a Mészáros Lőrinc hogyan szerezte az 500 milliárdot. Hát azért van sejtése róla. Nincs. Nincsen? Nincs, mert nem értek hozzá. Nincs, mert nem értek hozzá, minden esetre hát biztos, hogy nem a gázszereléssel. Minden esetre meglepő és furcsa, de hogy mondjam, lehet, hogy ez a dolog vele jár, nem tudom. Ezek izgatnak bevallom engem a legkevésbé a dologba. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy addig, ameddig itten a dolgok viszonylag jól mennek, addig az engem kevésbé. De jól mennek? Most nem mennek jól. Hát akkor most kell, hogy érdekelje. Most... Én emlékszem, mikor mindig azt mondta, hogy mi mindent élt meg a történelemben, tegyük össze a kezünket, legyünk hálásak, mert nem lőnek. Hát igen. A szomszédunkban már hát lőnek, a szomszédunkban és kérdés, lőnek. Hogy ez hova fajul ez a háború. Igen, hát ez egy nagy kérdés, de hát az is benne van, azért a Biblia egy nagyon jó olvasmány. Szóval a hét bő esztendő után mindig jön a hét szűk esztendő. Szóval ezután a nagy béke, az emberiség a nagyon hosszú nagy békéket nem bírja. Igen. És az emberiség nagyon, végül is nagyon-nagyon ostoba. Hát tudja, azért mindig gondoljon arra, hogy 1914-ben milyen lelkesen ment Magyarországon mindenki a háborúba. Azt énekelték, hogy megállj, megállj, kutya Szerbia, majd ad néked a monarchia.
Igen. És még komoly értelmiségiek, írók is lelkesek voltak. Más kérdés, hogy 3 vagy 4 hónapig. Aztán, amikor a háború valódi lett, ami aztán tönkretette az egész 20. századot, mert a második világháború is annak. Jó, hát innen van nekem egy másik eretne gondolatom, amiért, mint megírtam, és nagyon sokan elítélnek, hogy ez a bizonyos, hogy a nép bölcs, és mindig úgy dönt, hát ez nem egészen így van, igen. Ez egy marhaság szerintem. Én abból indulok ki, hogy én állítólag elég sok mindenhez értek. De egy csomó dologban nem, hogy nem vagyok bölcs, hanem abszolút hülye vagyok. Szóval én a feleségem nélkül egyszerűen egy csomó dologban a világban nem tudok megmozdulni. Jó, hát a hétköznapi dolgokban. Jó, rendben van. De az is fontos, a hétköznapi dolgok. De én nem tudok megfőzni egy ebédet például. Jó, hát azt lehet máshol is venni, de... Igen, és igen, szóval ha én ebben nem vagyok bölcs, abba viszont mindenki bölcs, hogy mi legyen az országgal, háború vagy béke. Hát ilyen... háború semmiképp ne legyen. Hát háború, jó, rendben, de persze. Ha szavazni lehet. Hát én emlékszem olyan korszakokra, amikor azt mondták, hogy legyen háború, és ma Oroszországban rengeteg ember, fiatal, és mondják azt, hogy legyen háború. Ahhoz azok mit bölcsek? Szól? Nem. De ahhoz mit szól, amikor például most voltunk vidéken, és ott egy utazási iroda azt mondta, hogy az oroszoknak megszüntetett minden segítség, vonatjegyet se ad semmit. És akkor én ott vitatkoztam, hogy nem ez az orosz egy, ember. Ez egy ugyanolyan disznóság, mint amilyen disznóság az, hogy emiatt a háború miatt eltörölnek orosz darabok játszását, játszanak Csajkovszkit meg. Hát ez jó, hát akik ezt döntik, azok ráadásul nem is egyszerű utcaemberei, hanem jelentős állásban levő személyiség. De most ez a nép, ez olyan bölcs, hogy mindenben a döntése az úgy jó, ahogy van. Említetted Dögot, hova lettek ezek a nagyformátumú politikusok? Mert azért ilyennel most már nem nagyon találkozunk. A kormás nagyon sok tehetséges színész van, de nagyformátumú színész az nagyon kevés van. Szóval egyszerűen akkor úgy látszik, nem ezeknek kedvez. Nézze, én fölállítottam egyszer, egyik megírtam egy olyan tételt, hogy mi szükséges a politikához, hogy jó, valaki jó politikus legyen. Hát a legelső az, hogy legyen valami víziója. Egy víziója arra, hogy hova akarja eljuttatni az országát, a pártját, a körülötte levő ember. A második az, hogy legyen egy szakmai tudása. Mert a politika egy ugyanolyan szakma, mint bármi más a világon. Hát nem tanítják, igen. És a harmadik legyen egy személyes becsülete, tehát, hogy erkölcsileg támadhatatlan legyen. És még példát is mondtam, hogy például a Csillei Allende szerintem az egy rendki, az két dolognak megfelelt, volt víziója, meg nagyon becsületes volt, de nulla volt a szakmai tudása. Meg a Lumumbának is. Meg is ölték őket rendesen. Na most azért, ha ezt a színházigazgatással lefordítom, színházigazgatókat sem tanítanak, ott ugyanez, sőt minden vezetőre érvényesnek kéne, hogy legyen, amit most mondott. Nem csak a politikára. Hát igen, csak az egy, megint egy másik kisebb fogla. A tétje talán. Kisebb, megint, ha vezetőnek lenni, az egy másik foglalkozás. Szóval a Staatsoper vezetője volt 2 évig, aztán elkergették a Lorin Mázel, akit előtte mindenki imádott, ő tanított minden karmestert egyre, meg másik foglalkozás. De például maga honnan értett a tévéhez, az operett, opera mondjuk az hasonló, a színművészeti egyetem tanítás mondjuk más, de mindig, vagy sokszor vezető volt, hát sokáig. Fogalmam sincs, hogy honnan érted, nem tudom. Hát azért én nagyon sokszor voltam H-jogoperáló Kovács, csak úgy látszik, hogy volt hozzá valami érzékem. Úgy látszik, de nem tudnám ezt így most megfogalmazni tudatosan, hogy mint miként. Az biztos, hogy az, hogy én ott vagyok a hatalom, és hogy ezzel olyan életemben visszaéljek, hogy megmutassam, hogy én erős vagyok, és hogy igenis, az bennem soha nem volt. Az biztos, hogy az sokat segített. És például, amikor kritikus helyzet volt, akár politikailag, gazdaságilag, nem kérdezem, ki tudott állni a kollégái mellett, mondjuk a szocializmusban, amikor mondjuk tiltás volt, vagy tűrés volt?
Nézze, a következő volt, én a televízióban egy ritka, kellemes és jó helyzetben voltam. Mert ugyan volt a televíziónak egy politikai része, amivel nem kis konfliktusaim voltak, be mindjárt mondom egy példa, de a másik oldalon a televízió kulturális része az annak az akkori rendszernek egy remek reklám volt. Hát mindig mondom, hogy 5 vitrin roskadozott a díjaktól, amiket nemzetközileg nyertünk. Én magam a filmemmel, kérem szépen, 1970-ben, nem, a Halála című filmemmel, 1970-ben megnyertem a Monte Carlo-i televíziós fesztiválon a legnagyobb nemzetközi katolikus televíziós szervezet nagy díját. Na most hát ezt azért tulajdonképpen ettől volt egy ilyen jó helyzet, hogy ez mi egy nagyon jó reklám voltunk, olyan jó reklám voltunk, mint amilyen jó reklám volt, mint a magyar film. Igen. Amelyik mindig megjelent Cannes-ba, és olyan, és tényleg olyan bátor volt. De akkor ez érvényes volt azért is, ami terjedt, hogy Magyarország a legvidámabb barak. Persze, ebben a szocialista... Persze, ez beletartozó, ez egy szerencsés helyzet volt, ezzel lehetett élni. Ezzel sok mindent. Hát mindig elmondom azt a példát, hát az én ismert filmemben, a Rózsa Sándorban. Annak a legutolsó részében egy fél órás körmenet van, egy olyan reklám a katolikus egyháznak, a körmenetünk, és a legemelkedettebb hangon. Hát el tudnak képzelni egy filmet, ami a munkásmozgalomról szól, a televízió, és annak emel ilyen... De ezt nem tudatosan építette bele. A körmenete. Az benne, mert benne voltam, benne volt a Móri Zsigmondban, és nekem nagyon tetszett. Amellett én azt nagyon megragadónak találtam, hogy a falusi emberek találnak maguknak valamilyen hitet, valamilyen szertartást, hogy annak van egy szépsége, annak van egy, én azt nagyon szépnek találtam. Szép is, igen, szép is, az egy remek sorozat volt. A 12 pont, hogy még maradjon egy kis időnk, ez egy nagyon ügyes dolog az unokáknak, és nagyon bölcs tanácsokat adott. Én ebből egyre lennék kíváncsi, hogy lehet azon kívül, hogy a jó géneket örököd, hogy lehet 90 évesen szellemileg, fizikailag, erkölcsileg ilyen jó állapotban maradni. Jaj, nem tudom. Hát biztos tudja. Hogy szól a tanács? Mit csináljanak a gyerekek? Én igyekszem, hát itt leírtam, hogy mit. Igyekszem magamra vigyázni. Igyekszem, hát tornázom, úszom. Jó, most már, de hát akkor is vigyázott, amikor nagyon-nagyon aktív volt, és 24 órákat dolgozott, és idegőrlő hát munkákat. Akkor is úsztam, akkor is sokat kirándultam, rengeteget mászkáltam erdőkbe, hegyeken. Meg tulajdonképpen arra mindig vigyáztam, hogy ne legyenek olyan ügyeim, amitől lelkiismeret furdalásom van. Az nagyon rossz dolog. Nekem párszor volt lelkiismeret furdalásom kis ügybe, és az nagyon rosszul esett, mert mondom magának, hogy oda kerültem a televízióhoz 1962-ben, már nem emlékszik senki, és akkor én elvállaltam és rendeztem a szilveszteri műsort. Na most az volt az a híres szilveszter, ahol korábban lett éjfél. De miért? Mert a közvetítő kocsiba, amiből közvetítettük a kocsit, ott járt egy óra. Rosszul járt. És az egyszerűen rosszul járt, és az asszisztensem akkor mondta, hogy most jöjjön a himnusz, amikor még 3 perc volt hátra éjfél. Te lett valami? Hát világbotrány, egy darab tévé volt, ettől harsogott az egész. Na most nekem borzasztó rossz volt a lelkiismeretem, nem ezért, mert erről nem én tehetem, hanem hogy lehettem ilyen hülye, hogy elvállaltam a szilvesztert. Miért kellett nekem szilvesztert rendezni, amikor nem a szakmám. Nem is rendezett többet? Nem. Soha többet szilvesztert nem rendeztem. Iszonyatos sok rendezése van, nem is tudtam összeszámolni, meg összeszámolhatottam. Én összeszámoltam, nekem könyvem arról, hogy könyvbe vezettem szereposztáson, hogy 199 dél tartok, az utolsó, most tavasszal Szónokon volt a Vígözvegy, szerettem, jó, sikeres elő, 28-szor ment egymás után.
az volt a 199-es. De a maga rendezéseire nem a csirivirika jellemzők, hogy mindig kitaláljon valami újdonságot, újat, formában, hanem a hagyomány. Én azt szeretem, azért emelem ki, tehát én nem szeretem, ha azon kell gondolkodni, hogy a rendező a különböző jelképekkel meg... Nézze, nem mutogattam magam, mint rendező, de mindig kitaláltam valamit. Én azt sem szeretem, amikor minden legyen úgy, mint régen volt, az legalább olyan rémes, mint amikor mindenáron valamit ki kell találni. Itt is az arányok. Még van egy nagyon fontos dolog. Hát a rendezés, én azt mindig tanítottam rendező tanítványaimnak, a mellettem lövő társ, a tanár ettől egy kicsit szörnyűködött, hogy vegyék tudomásul, ez egy másodosztályú foglalkozás. Az első osztályú az író, mert az maga írja, amit ír. A festő, mert az maga, de még a színész is, mert a saját testén keresztül játszik. Sőt, még a karmester is, mert ott van a pulton. Mi csak másokon keresztül. De ez nem bántotta, hogy másodhegedűs egy rendező? Ez engem egyáltalán nem. Ez volt még, csak mint foglalka, ugyanakkor nagyon fontos. Borzasztóan fontos, mert nem véletlen, hogy egy rendezésben egy előadás hogy néz ki, hogy és milyen, és ebben nagyon sokat tölte. De hát van egy nagyon fontos dolog ehhez kapcsolódóan, hogy nagyon fontos dolog, hogy minden darab más. Tehát vannak darabok, amikkel lehet csinálni sok mindent, vannak, amikkel nem. Már mondjak egy példát, azt mondtam egyszer növendékeimnek, már bocsánat, hogy a durván mondta, hogy aki a Figaro házasságát nem úgy rendezi nagyjából, ahogy szokták, az egy hülye. Aki a Varázsfúvolát úgy rendezi nagyjából, ahogy szokták, az is egy hülye. Az egyik egy nyitott darab, ami azt elvárja, hogy mindig újra fogalmazzák, a másik egy nagyon meghatározott történelmi helyzet. És így a színműveknél is. Hát ez a másik a dolgoknak mindig van egy aktualitása, vagy nincs. Hát az egyik legkedvesebb munkám, amit a legtöbbre tartok, a Nemzeti Színházi Tartüff, amit ott a Bubik Pistával, a Kállaival, meg ezek rendezte. Hát annak akkor egy olyan sütő aktualitása volt, és az összes, igyekeztem, hogy amiben elhangzik, az különböző hangsúlyokat kap. Hát ez borzasztóan fontos. Van-e olyan könyv, és ez búcsú, mert már egy percünk van, hogy tud-e olyan könyvet ajánlani, amit ha az ember elolvas, akkor egyfajta béke és nyugalom száll a lelkére, hogy így volt ez 100 éve is, ahogy mondta, hogy 7 évente az embernek fordulatok vannak az életében, a politikában, amitől úgy egy kicsit rendbe rakjuk a saját életünket. Könyvet? Ajánljon egyet. Hát egy hosszú, tudom. Hogy... Nem baj, legyen hosszú. Hát a Thomas Mann József és testvérei, abban minden benne van. Tehát attól úgy megértjük a világrendjét és működését. Nagyon szépen köszönöm. Én most újra olvasom, mert nagyon régen középiskolás voltam, mikor olvastam, de köszönöm az ajánlatot, és gratulálok a akadémiai székfoglalójához. Köszönöm szépen. Ez nagy dolog, és akkor jó utat Japánba. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt volt. Igen.